vaddisznók hatásának összehasonlítása az nagyon fontos, és nagyon kevés információnk van róla, úgyhogy itt a projekt keretében 4 szakaszra osztottuk a lejtőt, és minden túrásból veszünk mintát a közepéből, a gyűrűből és a kontrollterületből. Így a 4 szakaszból lesz 5-5 mintánk mindegyik szekcióból, és ezt lehet hasonlítani, hogy a vaddisznó által megtúrt és a vaddisznó által meg nem túrt területek között mekkora különbség van. Talajmintákat NIR készülékkel mérjük le a mintavétel után, és ez a NIR készülék ez számos paraméter mérésre alkalmas, például a pH-t, foszfort, káliumot, nitrogént, szerves anyagot is méri, illetve talajnedvességet is mér, úgyhogy ezeket a paramétereket később össze tudjuk hasonlítani.